vissza lehetett érteni, amit egymással beszéltem. Azt mondta az ember, én vagyok a végén, de az emberek nem képes egy életváltozni. Azt hiszem, már tudjuk vagyunk. Néhány pillanat múlva már csak egy füstölő kanyar emlékeztetett a hajra, fényesen tündöklő rándor. A második azt mondta, én vagyok, ami sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme továbbulni. A következő pillanatban egy árnyátú vajra kioldott a lábon. Szomorúan így mondta a hangon. Én azt szeretem vagyok, nincs már nagyon tovább élünk. Az emberek nem fölöknek velem, semmiben lesz, hogy milyen nagy szükség van rá. Hirtelen belépett egy gyermek, mikor meglátta a vágon kiadott gyertyát, szerzőjáról. Hát mi történt? Hiszen nektek mindenek kérem, mint örökké. Elkeseredésében hirtelen sima kapott. Ekkor nem tudatot megtudott. Ne féljük, amit nekem van lábom, meggyújtottuk a többi gyertyát is. Én vagyok a lábom. A gyermek nem a gyertyát. Köszönöm, ahogy megemlott egy gyorsan a nyernyem, és újra élesztette a többi. Azt mondom, hogy a mi szívünkben is így tudtam, és sosem újra lett a remény. Megyünk át között a kedvetbe, amely segítségével. Megőrizni szívünkben a hint elmény, szeretet és végzelemény. Thank you.
voltak sokan, és nyugtalan kívánok. És nem tudják, hogy mikorra unnak. Bennük a mulalóság törvénynek lebeszült az igazság fényét. Krisztus népe, ébred, jön mesteret, hogyan várni király Istenét. Nem szegényed, nem keresztbe menni, de jön örök ítéletet hozni. Az arkangyal előszólalatába érkezik, és mennyei hasonlatával érkezik. Aki eljövendő, eljő, és nem késik. E szavakat még kevesen érjük. Önts lámpásokba testvér új olaj, és küld át a főszakát, a vihar. S majd fejelem, ővel fogadhatod, vőleményed, s úgy mutalmat megkapod. Várjad őt, még ha a szíved is érzik, az eljövendő eljő, és nem késik. Amikor a Jézus
Thank you.